Na, ne várjunk tovább őt, igen. Aki jó rövid nadrágba jött jó ezen reggelt, a szívös napon, mert neked még nem múlt el a nyár. Nekem még egy ragaszkodó típus vagyok. Igen, a nyárhoz ragaszkod? Igen, meg úgy van, hogy elindulsz télen, ősszel, és aztán nyárban fordul délután, és aztán utána meg megint vissza, és akkor gondoltam, hogy megelőzöm. Hát lehet, hogy én is szoknyában vagyok, én nem akarom elengedni a nyara. Rékához volt ezt. Nekem most valahogy reggel még nem tűnt olyannak, hogy itt most már még így a nyár lenne reggel. Hát most mondták, hogy hétvégén kártyában lesz, igen. Nagyon szép. Tudod már, hogy ünnepelsz jövőre, amikor 20 éves lesz a... Hát figyelj, igazából most van 20 éve, vagy lehet, hogy igen? Már tavaly volt, igen, mert én Kismárdán a doktorok színtársulat. Nem, igazából most utána néztem, és 96-97-ben volt az első olyan lehetőségem, amikor már szerepet is kaptam. Először az Utazás című rockoperában, aztán az Anna Karenina-ban, amit a Miklós Tibor és Kocsák Tibor írtak. És tulajdonképpen én a Kocsák Tibor, aki az zenévezetője Madách Színháznak a mai napig, ő lejött és megnézte ezt az előadást, és aztán ezáltal kerültem be az akkori 99-2000-es Nyomorultakba, amit most januárban játszunk megint, mert ugye megint bemutattuk tavaly, vagyis igen, és én most a Tenárgyét játszom benne, szóval ugye nagyon érdekesen alakultak a dolgok, vagy az első előadás, amit a Madách Színházban láttam, az a József és a színes, széles vásznú álomkabát volt, aztán 15 évvel később meg én voltam a József benne, szóval ezek ilyen nagyon szép. Jól bánik veled a Madách? Szeretem, nagyon, igen. Nagyon, és én Szintes Tamásnak nagyon őket. Sokat köszönhetek a színház igazgatójának. Igen, most innen például Szerelmes Shakespeare próbára megyek, mert holnap már előadás van, igen. De hogy telik egy napod? Tehát, hogy amikor én végigolvastam, hogy mennyi mindent csináltál az elmúlt 20 évben, pihenés, ilyesmi egyáltalán van nálad ilyen, hogy te ki tudsz kapcsolni, mert folyamatosan annyi sok mindent csinálsz párhuzamosan, hogy ez még olvasni is nagyon hosszú. Igen, most az a vicces, hogy most jelenleg, hála Istennek, 16 darabban játszom a Játékszínben és a Madásban. 16 darabban? Igen, és ezek futnak kisebb-nagyobb megszakításokkal, tehát valami minden hónapban megy, valami csak két havonta megy, és most elkezdtük próbálni a 39 lépcsőfokot Horgas Ádám rendezésében a Játékszínben, amiben négyen játszunk 30 valahány szerepet, és igen, csak én játszom 19-et, igen. Igen. Úgyhogy, hát ezek különböző karakterek, ezek különböző karakterek. Egyszer így beszélsz egyszer, meg így vagy úgy? Tulajdonképpen igen, tulajdonképpen is ez a Ne nyomd fullba kretén című dolog, de itt sajnos muszáj, vagy nem sajnos, nagyon markánsan elválasztani ezeket a figurákat, és akkor Szirtes Balázs, Lengyel Tamás, Lévai Viki és jó magam játszunk nagyon sok férfit, nőt, gyereket, kislányt, nagylányt, öreg bácsit, mindent. Mennyire lehet ezekre mentálisan, illetve fizikálisan is felkészülni? Azért az ennyi dolgot csinálni azért nem kevés feladat. Hát aludni kell, az egy nagyon fontos dolog. Mentálisan szerintem úgy lehet rákészülni, hogyha az ember néha azért fordít időt saját magára. Tehát erre vannak ezek a különböző meditációk, vagy én nagyon szeretek. Már neked meditálsz? Hogy... Igen, szoktam, igen. Úgy elcsendesedni. Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen ez az egy... Igen. Hát nem toltam le, csak 12 napot voltam, 300 kilométert mentem, igen. Okay. De igen, én azt érzem egyre inkább, hogy nagyon nagy szüksége van az embernek. Ez a Nem csak kenyérrel él az ember című dolog, hogy muszáj befelé figyelni egy kicsit, hogy oké, hogy megyek, csinálom, de miért is csinálom én ezt? Vagy amit is akarok én ezzel? Vagy mi az, ami örömet okoz? Mi az, ami már nem? Mi az, amiben változtatnom kell? Úgyhogy ez egy érdekes dolog. És mi az, ami neked örömet okoz a munkán kívül? Fú, hát én nagyon szeretek aludni, ezt már mondtam. Én nagyon szeretek barátokkal, családdal találkozni, nagyon szeretem a természetet, kicsit kimenni a zöldbe. Szentendrére szoktunk járni nagyon sokszor, azt a Dunakorzós részt, ezt nagyon szeretem, és az ember ott kicsit elbolyong a dolgárosi részen. Kettesházban laksz, ugye? Igen. Most egy pár éve már. Igen, hál' Istennek. Hát az is nagyon-nagyon ajándék, a kutya, nem tudom, én engem nagyon kikapcsol a fizikai munka, például a fűnyírás, a kertészkedés, igen. Csinálod a kertet, szóval, csinálod? Abszolút, igen. Hát nem mondom azt, hogy minden héten tolom, de amikor van rá időm, akkor igen. Mindig ennyire tudatosan figyeltél arra, hogy adjál magadnak akár a meditációval, vagy máshogyan is egy kis kikapcsolódást, vagy volt egy olyan pont az életedben, amikor azt kellett mondani, hogy így megállj, és most itt muszáj egy kicsit befelé is figyelnem. Mindig is akartam befelé figyelni, csak volt a pálya, tehát amikor a főiskola után elkezdődött a sok minden, és akkor volt még ugye az Adagio zenekar, és a Homlai Zsoltival, meg a Balczó Petivel,
Akkor nagyon sok fellépés volt, egyre több előadás volt, a zenés előadásokon túl már jöttek a prózai előadások, és akkor éreztem azt, hogy ez egy picit sok. És rájöttem arra, hogy tulajdonképpen lehet itt szervezni sok mindent, ha én magammal nem foglalkozom, most csúnyán fogalmazva senkit nem fog érdekelni, hogy én mikor találom meg és hol azokat a pihenőpontokat, amikor én csak magammal tudok foglalkozni. Mondjuk az eszembe jutott erről, hogy azt mondta, hogy ennyi szerepet és ennyi darabban játszol, hogy nem vagy te maximalista egy kicsit? Tehát, hogy így tudsz nemet mondani, amikor így megkerestek egy jó szerepet? Vagy... Szerintem most már igen. Igen? Most már igen. Nem könnyű, mert ugye az ember ilyenkor azon gondolkodik, hogy jó, hogyha most nemet mondok, akkor majd lehet, hogy ezt a kapcsolati részt azt elveszítem, szóval nagyon, nagyon okosan kell ezeket intézni, hogy senkit ne bántson meg az ember, hogy nem azért vállalom, mert nem akarok valakivel dolgozni, hanem azért, mert már nem fér bele, nem tudnak egyeztetni. Tehát, hogy ezt nagyon okosan kell. Nem lehet csak úgy mindenre nemet mondani, szerintem. Ugye Kisvárdáról származol, és azt olvastam, hogy ott van egy amatőr színtársulat, akiknek a tagja, hogy még? A doktorok, igen, amiről beszéltem. De hogy az még mind a mai napig? A mai napig most volt 25 éves, igen, az alapító tagja Péter Csaba volt, dr. Péter Csaba, sajnos már ő nincsen közöttünk, és most volt a 25 éves gála nemrégen, és hát én belőle nőttem, én mint fatörzsből gyönge ága, tehát hogy én nagyon-nagyon sokat köszönhetek nekik, és most az Ankonai szerelmeseket mutatták be, Puskás Tivadar, a Peti apukája a rendezésében, és most is hazamentem, és nem tudtam játszani velük, de megnéztem természetesen. Utazni különben szeretsz, az is egyfajta kikapcsolódás, van-e egyáltalán időd rá ennyi munka mellett? Hát én nagyon szeretek utazni, a tervem az, hogy egyszer csak majd minél hamarabb beiktatni ősszel is, télen is egy ilyen hosszú hétvégés vagy párnapos pihenés, tehát hogy ne csak az legyen, hogy lesz nyár vagy nem lesz, ráadásul most a Madách Színházban is, és a játékszínben is kitolódik majd az évad, tehát azt hiszem, hogy a Madách Színházban augusztus 11-én van az utolsó előadás, és szeptemberben indul a következő évad. Tehát ma, mikor bementünk tegnap próbálni, a Szerelmes Shakespeare felújító volt szintén, akkor úgy köszöntük egymásnak, hogy boldog új éveket kívánunk egymásnak, úgy nem nagyon lesz megállás. Nagy úr, én inkább arra lennék kíváncsi férfiként, hogy a nőkkel való kapcsolata milyen mostanában, tehát nem az utazásra, mindig vannak ilyen ismert csajaid. Ismert csajim? Hát ja. Igen, azért így a múltból. A múltból? Csak a Google-be beszélgetjük. Köszönöm, nagyon jól vagyok, vagy jól vagyunk azzal a kedvesemmel, akivel együtt vagyok. Úgyhogy. És említetted, hogy a barátaiddal tudsz ugye nagyon kikapcsolódni. A barátaid szakmabeliek, vagy pedig gyermekkori barátok? Is. Vannak gyerekkori barátaim is, Kisvárdáról is megmaradt egy nagyon jó barátom, a Dégi Zoli barátom, ő vele szinte napi kapcsolatban vagyok. Valakikkel nem tartom már ugye a kapcsolatot, de ha találkozunk, akkor ugyanonnan folytatjuk, ahol befejeztük, illetve Pesten szakmán belül is, és van egy civil baráti kör, ők üzletemberek, tehát ők abszolút pályán kívüliek, amit szintén nagyon szeretek, mert iszonyatosan jókat marholunk együtt, vagy voltam, hogy elmentünk 80 Berchtesgádon, és egyedül én voltam, aki színházi ember volt, vagy művészember volt, és imádtam azt, hogy mondjuk nem beszéltünk a színházról 3 napig. És kibéreltünk egy házat, és égett a kandallóba a tűz, és hatalmasokat fröccsöztünk, meg röhögtünk, meg hülyéskedtünk. Szóval azt is nagyon szeretem, de hál' Istennek a szakmámból is nagyon-nagyon sok jó ismerősöm, barátom van, akikkel. Én azt gondolom, hogy ez egy csapatmunka, én nem hiszek a szóló teljesítményben egy színházi előadáson belül. Tehát, hogyha mi közöttünk nincs kémia, legyen az férfinő a szó nemes értelmében, akkor szerintem a dolog az nem működik. Olyan jó azt látni, hogy abszolút megvan a harmónia az életedben, tehát akár a baráti körödet említetted, hogy mennyire fontos, hogy nem csak színházi emberekkel, de abszolút lehet látni, hogy olyan kerek egész. Szerintem ebben nagyon sokat szerepet játszik a tudatosság, tehát hogy szerintem egy idő után az ember nem csak az van, hogy hagyom, hogy az élet vigyen és sodródjanak velem a dolgok, hanem én mondom, tehát hogy ne én legyek az okozat, hanem én legyek az ok. És inkább én határozzam meg, hogy mi történik velem, mint hogy a körülmények. Hát hajrá! Köszönjük szépen, nagyon hogy köszönöm, legalább, nem tudom, sokszor 20 évet köszönöm szépen.